Székesfehérváriként nagyon örülünk, hogy innét indul és ide érkezik be a Teker Sereggel mozgalom idei őszi egynapos túrája. A Szent István emlékév alkalmából indítottuk. Ez már a negyedik alkalom, és azt hiszem van egy kemény mag, amelyik minden alkalommal részt vesz a Teker Sereggel túrán. Ezzel a mozgalommal is szeretnénk erősíteni a honvédek, az egyenruhában járók és a civilek, a civil ruhában járók közötti összetartást, hiszen egy közösség tagjai vagyunk mindannyian. Ez egy második világháborús magyar királyi honvédségi egyenruha, a bicikli pedig a 32 mintájú Weiss Manfred típusú hadikerékpár. Ez egy 1940-41-es évjárat. Mi csak 40 kilométert terveztünk letekerni ezekkel a biciklikkel. Annyival jóval nehezebb dolgunk lesz, hogy hát a súlya az majdnem háromszorosa az itt látható kerékpároknak, és nem váltós. Tavaly voltunk a hadseregnek ezen a Balaton megkerülési rendezvényén, és ott hallottunk, és akkor hát gondoltuk, hogy most is jövünk. Még nem tudjuk pontosan, hát szerintem azért a 80 kilométert megpróbáljuk. Három távban gondolkodunk. Vannak egy úgynevezett résztávok, ami a településeken, az önkormányzatoktól, vagy a településekről a lakosok, ahogy csatlakoznak. A második táv az 50 kilométer, annyit jelent, hogy innét elindulunk Székesfehérvárról, és a katonai emlékparkban egy pihenő után visszaérkezik. 80 kilométer, 81 kilométer eredetben az egész távolság. Az a katonai emlékparkból Agárd, Velence és vissza megint a katonai emlékpark, és azt követően jön ugyanúgy a budai úton ide. Minden más kerékpár, amikor elmegyünk, akkor egy verseny. Akkor gyakorlatilag úgy fel kell készülni, olyan képességekkel kell rendelkezni. Ez meg egy túra jellegű, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki egészséges, az teljesíteni tudja.